S elérkezett a várva várt nap, amikor a tejfeldolgozás kezdetét veheti a mi, a gazdák saját üzemében. Igen, a Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartotta a projekt támogatását, mert 500 gazda társult, és a gazdákon kívül csatlakozott a projekthez több közbirtokosság, 10 önkormányzat és a megyei tanács. Ez azt jelenti, hogy nagy összefogás alakult ki Székelyföldön, Székelykeresztúron, és összefogásnak az eredménye egy olyan üzem lett, amelyben több 10 embernek lesz munkalehetősége, és a gazdag számára is ez egy megélhetést kínál, hiszen nem kell ezután elkótyavetyélni, vagy egy olcsón eladni a tejet, hanem végtermékként lehet értékesíteni, hiszen a tejből tejtermékeket állítanak elő, ezeknek a piaca ugye sokkal nagyobb, sokkal magasabb áron lehet értékesíteni. Az látható, hogy egy lej beruházása ma már a gazdák úgymond 10 lejnek a tulajdonosai, hisz támogatásokból, hitelekből, különböző megoldásokon keresztül ma már ez egy 1 millió eurós projekt, úgy ahogy van, és igazából a gazdák befizetése az egy 100 000 euróra tehető. És én bízom benne, hogy a piac vevő lesz ezekre a termékekre, és természetesen a gyárnak a menedzsmentjén függ, hogy azt a hitet, ami van ennek a gyárnak a neve körül, illetve az összefogás körül, azt tudják megtartani, és akkor bízom benne a termékeket tudják értékesíteni, úgyhogy én arra számítok, hogy a keresztúri példát Csíkban is fogják másolni, minél hamarabb, ugye már Csíkszépvizen, Középlokon megtettük közösen az első lépéseket, és bízom benne, hogy Gyergyóban is, és a keresztúri példa nem csak a tej feldolgozása, a szarvasmarha tartás tekintetében egy jó példa, hanem akár a húsfeldolgozás, a gyümölcs, a zöldségfeldolgozás tekintetében is, a különböző növényeknek a feldolgozása tekintetében is lehet egy jó példa, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy további sikertörténet marad. Szeretek picit előre gondolkozni, és ez egy jó lehetőség volt itt a zónabeli gazdáknak egy ilyen gazdatejgyár létrehozása. És látok jövőt az egészben, és bízok benne, hogy lesz egy ilyen sikeres együttműködés itt a tejgyárral. És egy biztos jövő persze. Nagyon örvendenék, és hogy éppen beszélgessék a kollégával, azt mondja, hogy nagyon örvendenék annak, hogy ennek a gyárnak tudja, jól menne, jól tudna dolgozni, sikerülne neki, amit befektettek, kapják vissza.